Végig sétálnak a folyosókon a végzős vasváris diákok a ballagás napján. Utoljára hallják a csengőszót és járják végig az emlékekkel teli helyszíneket. Az ünnepségen az alsóbb osztályokba járó társaik megajándékozzák őket, vállukra akasztva egy kis tarisznyát, amelybe útravalót tettek. 162-es diákunknak szól ma a Gaudeamus Igitur, és nagyon féltve engedjük őket el, hiszen nagyon hozzánk nőttek az elmúlt 4 év során, viszont úgy gondolom, hogy legalábbis azt remélem, hogy nagyon tiszta értékrendet közvetítettünk feléjük, és olyan kapaszkodókat, amelyekkel ebben a változó életben hely tudnak állni. A ballagók és szüleik életében is új fejezet kezdődik, ilyenkor mindannyian számot vetnek az elmúlt évekkel, és felkészülnek a következő kihívásokra. Úgy gondolom, hogy amikor valaminek vége van, akkor mindig mindenki visszagondol az elejére. Én is pontosan tudom, hogy kit ismertem meg először, vagy hogy milyen élményem volt az első nap, de meghatározó volt ez a 4 év, és szerintem mindenki életében az a gimnázium, mert nagyon sokat formálódunk, és ebben nagyon sok segítséget kaptunk a tanároktól, én is az osztályfőnökömtől. Azt mondhatom, hogy az osztályfőnököm édesanyám helyett édesanyám volt, amikor szükségem volt rá, és nagyon sok segítséget kaptam, úgyhogy csak jó emlékkel távozom, és megyek el egyetemre. Az írásbeli érettségig hétfőn a magyar nyelv és irodalom és a magyar, mint idegen nyelv vizsgákkal kezdődnek. Az írásbeli vizsgák május 5-től május 26-áig tartanak, a közép- és emelt szintű szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Az emelt szintű vizsgák száma tavalyhoz képest országszerte több mint 2700-zal, 7%-kal nőtt. A vasváriban ennél is többen mérettetik meg magukat magasabb szinten. A tavalyihoz viszonyítva 15%-kal emelkedett körülbelül az emelt szintű érettségizők létszáma. Törekedtünk arra, hogy az előkészítőket úgy válogassuk meg, és olyan számban indítsuk, amelyekkel segítjük a tanulóink felkészülését az emelt szintű érettségire, ugyanis vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahol már nem egy, hanem 2 emelt szintű érettségi kötelező, lásd az orvostudományi egyetemek. Az Oktatási Hivatal MTÉ-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a 2 szintű vizsgarendszer bevezetése óta a 20. vizsgaidőszakban május 5-e és június 27-e között a középiskolákban és 20 kormányhivatal szervezésében mintegy 1190 helyszínen zajlanak majd az érettségik.